Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó estét kívánok! Műsorvezető társam Takács Bence nevében is, én Bényi Ildikó vagyok. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves vendégeinket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2018. évi őszi irodalmi gáláján. Tisztelettel köszöntöm én is kedves közönségünket. Nagyon köszönöm egyébként, hogy Bényi Ildikó oldalán állhatok itt ma este. A mindig gyönyörű Bényi Ildikó oldalán állhatok és tanulhatok minden percet, momentumot tőle. És nagyon szeretettel köszöntöm a közreműködőket, az írókat, költőket, színművészeket és zeneművészeket egyaránt. Kérem, engedjék meg, hogy már ezúton is, talán nem szokás, de külön tisztelettel köszöntsük azokat, akik ezt a ma estét megálmodták, kigondolták. Nagyon köszönjük, hogy itt van hosszú út után Mezei Katalin, az irodalmi tagozat vezetője, Kossuth Díjas költőnk. Aki egyébként ma reggel érkezett haza Erdélyből, ahol nagy büszkeségünkre átvehette az Erdély kultúrájáért alapítványtól a Hídverő díjat, amihez szívből gratulálunk mindannyiunk nevében. És köszöntjük Wigman Alfred urat, aki az este rendezője. Én most itt pásztázom, hogy hova bújt rendező úr. Egy tapssal hívjuk elő, hát ha megtudjuk a rejtekét, hogy egy rendező hol is tartózkodik ilyenkor. Ahonnan mindent lát természetesen. Kedves vendégeink, kedves közönségünk, műsorunk első részében irodalmi összeállítást hallanak három fiatal József Attila díjas költő, író, Jankó Laura, Nagy Gábor és Szent Mártoni János tollából, akik fiatal koruk ellenére mindhárman a Magyar Művészeti Akadémia és ezen belül is az irodalmi tagozat rendes tagjai. Vers összeállításukat lírájuk fontos darabjaiból állították össze önöknek ma estére. Érdekesség talán szabad elmondanom hölgyekről lévén szó akkor is, hogy mindannyian a 40-es éveiket tapossák, sőt, Jankó Laura még csak az idén december 30-án ünnepli majd a 40. születésnapját. Isten éltesse addig is, azután is, szép családjával együtt, egészségben és ebben az alkotókertben, amelyben most itt ül. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk, mint ahogy ugyancsak tisztelettel köszöntjük Márkus Béla egyetemi tanárurat, professzorurat, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, akivel majd az első részben beszélgetünk. Jó estét kívánok! Méghozzá a három nap múlva 80. születésnapját ünneplő Szilágyi István Kossuth Díjas író, az erdélyi Helikon folyóirat volt főszerkesztője életművéről és kiadás előtt álló új regényéről is fogunk beszélgetni. Ezek után pedig az erdélyi mezőségi születésű, ma is Kolozsvárot élő Szilágyi István prózáiból készült összeállítás következik. Műsorunk zenei közreműködője a Fét Quartet, amely a 20. század nagy magyar zeneszerző generációjának munkásságát idézik majd meg. Doknányi Ernő, Kodály Zoltán és Weiner Leó zeneműveiből vett bejátszásokkal. Köszönjük szépen! Most tehát irodalmi összeállítások következnek Jankó Laura, Nagy Gábor és Szent Mártoni János verseiből és prózáiból. Az előadók Kubik Anna, Kossuth Díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Talián Marion színművész. Ober Frank Pál, Jászai Mari Díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Jegercsik Csaba, színművész. És Lázár Balázs, színművész. Utána pedig, ekkor már ha órára fognak pillantani, lehet, hogy olyan éjfelet köszöntenek. Kodály Zoltán Szerenád című művének első tételet halljuk a Fét Quartet zenekar trió formációjában. Közreműködnek G. Horváth László első hegedű, Szabó Tamás második hegedű és Fajt Gergő mély hegedű. Fogadják őket nagyon nagy szeretettel. Nagy Gábor, közel van a zúgó. Közel van a zúgó, mondtad, már hallani a zsilip zenéjét. Fenntartásaim ellenére követtelek. Mindig a part mellett vezet az út, tanítottál, ki van taposva.
Tizenéves szerelmesek lendületével vágtunk neki a csalitnak, a folyó medre mellett, embernyi csalán szálfák közé keveredve. Ez nem út, akadékoskodtam. Tudod, mi az út? A Monte Carlo-i Forma 1-es aszfalt, amin helyi vagányok robognak, meg tipegnek, tűsarkas, ékszer, flitteres, női csukák. Ezek fejebb ösvény, annak is járhatatlan. Ne aggódj, néztél hátra. Ez itt Körmend, ez itt a Rába part. Mindig akad, aki kitapossa a járhatatlant, horgász vagy kalandor, aki megroppantja a csalánok kihúzott derekát. És csak úgy szállt lábunk nyomán a virágpor, mintha mi is a burjánzó teremtés részesei volnánk, s nem betolakodók. Csörtettem elszántan utánad, mintha nem szoknyás ördög után, rövid gatyában tűrve delíriumos szúnyogok, alattomos bögyök rohamát, gázolva a csalán rengeteg hínaras mocsarában, férfias nyafogással leplezve a két tejt, valaha célhoz érünk. De te tántoríthatatlan törtél előre, a lobogó szoknyádat összefogva a hivatkozott ösvényt, bocsánat, a zúgóhoz vezető utat, te tapostad ki előttem, te vittél a kísértésbe. A múltkori vihar miatt van, mentegetőztél, hogy kidőlt fák megrogyott emlékművein egyensúlyozva keressük az utat, amelyben a körmendiek mindig oly biztosak, mintha a Rába medrét is ők taposták volna ki. Mindent maguk alá gyűrő évszázadok örökösei, helytartói a sárga hordalékot hömpölygető folyó törvényen kívüli közönyének, amellyel mindenkit uralma alá hajt. Halak ékszerpikkelyét és műanyag szemetet egyaránt elnyel a semmiből előgyűrűző örvény tölcséreiben, mint te is engem ebben a csöppet sem egyenes vonalú kalandban. Morogtam Amazon lelkesedésed láttán, egyre csüggettebben, korhat farönkökön csúszkálva hősiesen, bár az ág, amibe kapaszkodtam kettétörött, s visszanyeltem miattad talán egy cifra káromkodást. Újult elszánással botladoztam utánad, visszafordulni úgy se lett volna értelme, s elragadott a vetélkedés hím ösztöne is. Legyen hát a zúgó feladás helyett beavatás, a zsilipen ázzúduló folyó kitartott oboa hangja, örvénylő sodrásból unott hömpölygéssé szelidül. Mégis olyan rejtelmes, mint a cipőnkkel szétrúgott virágporkotta jegyek szimfóniája, mint maga a teremtés, amelynek úgy lettünk kivételezettjei, mint az első emberpár, ki elcsodálkozik a tényen, hogy otthonná kezesedik a vadon. Csalántól hólyagosra csípett testünk, akkor is bizsergett még, amikor a közös takaróba gabajodott az álmunk. Hármas szonett. Vadkakaó. Hiszen addig a szerelem terhét, ameddig új hajtásokat hoz a vadkakaó. Keleti szobámban ritka vendég a napfény, és füstjével folytogatja a bagó. De öntözni elég hetente egyszer, szóval tartása még nekem sem rizikó. Akár a szerzetesnek a kegyszer, ha lehet zálog arra, hinni jó. Vagy csak örökletes élni a hitben, hogy az élet izgalmas passzió, hogy aki csak azért, hogy élni segítsen, eljátsza nekem akár az öröklét ígéretét, virul, mint a vadkakaó, s nem szabad felednem vasárnaponként. Görög nyár, taverna. Kis Görög-sziget, nem turista paradicsom, halászfalu. Fehér a házak homloka, a szikla is fehérre kopott.
Nap és hamu, citrom és sózott halszaga vegyül a gyöngyöket ziháló tengerébe. Taverna, terasz. Velünk szemben ül fahéj színű sálban, szürke zekében Jonathan Franzen ujjai között szivarka. Rólad biztosan azt hiszi, görögnő vagy. Én idegen. És haragszik arra, hogy felhúzott vállal rám nevetsz. És csak sóvár külön létében örök bennünk e nyár. Ez a képzelgés. A terrakotta asztalon. A terrakotta asztalon vörösbor és limonádé. A hátsó sarokból valaki fölkiált, de a talon vörös volt, kakuk bukik elő az óratokból. Magával kocingat rezed a kázmér, szivarfüstje andalok csak gyalog. A mámorgőzös kávéház nép fölötte lebeg, varjú raj kavarog. S mint aki túlzásig ivott töményet, markol szívembe a hiányod rettenete, a szétrobbantott mozaik. Száműzöttségből vezet út hazáig. És amikor melletted ébredek, a lélek is a füst fölött lebeg. Tér varjúval villamossal. Nézem, ahogy a villamos üvegén megvillan keserű mosolyuk, ezt hagytam rájuk örökül, nélkülem várja őket otthonuk. Egy varjú ül a szökőkút peremére, horgasorrú mosónő a vízbe mártja szárnyait, köttelepül a tér fölé, emlékekből szőtt szürke hártya, mindenki a maga fonalát veszíti el, de nem vigasztal mások amnéziája, a szív üteme hőköl vissza, hogy ami volt, nem lesz-e hiába. Amit örökül hagytam, visszavonhatatlan, nem megsárgult szélű fotográfia, és egyszer majd falhoz szögezi a mérttel az embert, a lánya fia. És akkor nem hivatkozhatok arra a varjúra, hogy addig néztem, mint trónol hűsöl, megfeledkeztem róla, hogy minden lerázott vízcsebből arcotok merül. Szent Mártoni János, kezdetről és azótáról. Micsoda indulás volt, micsoda kezdet. Minden perc izgatott, minden jel égetett. Éreztem, mindenből vers lesz, minden vers. Mohón fürkésztem minden titkotok, nagy-nagy tüzet raktam, ki ne hűljön szívem alatt a föld, ahová halottaim temettétek. Ma már, barátaim, tudom, nem volt birtokom soha. Izzó nyársakon pörgetett, amit nem érthettem, föl nem fogtam. Sem a fuldoklás italából, sem a rémálmokból, sem a hiány hegyére vetett remény magányos furúja szavából. Ulisses, Trógó, Ripolus. Mind azt keresték, amire itt most emlékezem, s tám meg soha se történt. Mintha egy álmot akarnék fölidézni, egyre elcsigázottabb. Mások ezért az álomért földrészeket átlovagolnak, míg egy rozsdás kapuajban össze nem esnek,
vagy épp egy idegen cukrászda ablaküvegén már mindent föladva föl nem ismerik, amikor a pincér eléjük rakja a gőzölgő kávét, s a kiskanál a csészének neki koccan. Ők elmosolyodnak, és hazatérnek fölnevelni elvadult fiaik. Én mondom, barátaim, micsoda indulás volt, micsoda kezdet. És bár néhányan már rám sem ismertek, higgyétek el, nem én változtam, csak a hold repült. Az utcák, melyeken átloholtam, a kocsmák, melyekben megpihentem, szobáitok, melyeknek kedvelt vendége voltam. Én pusztán lassítottam, s többé nem akarom homlokomra égetni a megváltók bélyegét. A szabály és illem gyötörte lélek egyszer még kibontja szárnyait, s ő, aki fájdalommal gyógyított, a pokol kagylójából kivirágzott, újra életté avatja bennem a nem levés. Aranyidő, megyfabot. Hókavarog, vízszintesen esik, táncolni volna benne jó reggelig, de ablakon át nézem, s közben eszem, csak a szemem lobban, a tekintetem messzire pördül, dombról lebucskázik, önfeledten tör a mesztelen fákig, és megakad rajtad eposzi férfi, nem tudom, hogy sikerült megidézni? Komoran, feketén áll, szelíden, hajad vakít csupán a hófényben, kezedben nagykőrösi megyfabotod, megtisztelsz, hogy benéztél, Isten hozott. Annyi mindent kéne most elmondanom, melyeknek őrjítő csendjét hallgatom. Egy éve már, hogy utoljára szóltam, szavaim hűtlenül elhanyagoltam, pusztába szórtam őket, vagy farra hánytam, vagy idő előtt mind elkiabáltam. Figyelmedre méltó így, hogy lehetnék? Sodornak sűrű napok, üres esték, de most alakod megállít, felemel, mintha egy versben ébredtem volna fel, ahol egész lényem tör a fákig, ahol minden érintés kivirágzik, s mint a húr peng a végtelen csíkja, hangját szívmélyi tárgyak verik vissza. Nem folytogat kötelesség naptár, ott találsz rám, ahol épp hagytál. Hallom atomok, percek surrogását, a fű növését, a föld pattanását, s ahogy a szél a diófámnál megpihen, majd nekilódul ismét, hogy hírt vigyen. Nagy ajándék ez, 200 éves Isten. Ha nem létezne, el kellene hinnem. Ki nem mertél élni, mert élni akartál, botfülűekre micsoda zenét hagytál, gyengén látókra micsoda világot, kis hítűekre milyen világszámot. S most, hogy kertem végében állni látlak, ahogy botoddal igazgatod a tájat, magamból is több mindent megértek. Megalkuvásba nem sodorhat érdek, hogy egészé szabaddá csak az válhat, aki magából hasít ki balladákat. Aranyidő, megyfabot, dúdolom halkan. Az előbb még táncolni is akartam. Szemem keres a vad hókavargásban. Valaki eltűnt, s maradt, akire vártam.
A legkisebb királyfi. Amikor a legkisebb királyfi is hazatér, öregen, még csak áll, áldogál egy szegetlen házban, egy szeretlen kenyérben, egy bontatlan Isten italában. Térdig ér a szomj, a válasz nélkül maradt kérdések alkonya, amelynek nyugtató és bénító fénye mindent elönt. Ne kérd tőle, hogy megbocsásson. Csak szerest. Úgy, ahogy az ajtódon benyit, berogy, betántorog. Ahogy éjjelente felriaszt, mert lázálmok gyötrik. Nem tudja még, hogy becsaptad őt. Csak azon töpreng. Az emészti. Miért nőttek újra és újra a sárkányfogak? S miért vágtam elbe az üresség minden egyes győzelem után? Jankula ura, tornyok. Összecsomagoltam tegnap, hogy elmegyek. Menni, csak menni akartam. Toronytól toronyig. Haragszó ruhában. Faidőben, faölekben. Láblógatás 1989-ben a Budó kapujánál, a jegenyefa legalsó ágáról, bárányok legeltetése közben. Itt még a faragott fába is belekötnek. Bele. Bele az árnyékába is. Mit csináljon az öreg, ha még él? Nem is szólt semmit szegény, csak elkeseredett. A somfabottal verték meg? Azzal, a borvirágos orrú egyenruhás. Velünk már csak kicsit, s jót tegyen Isten, de még az ördög is. Haragomban én ezt üzenem most az égbe, Erzsi. Nincsen az a jóra megkeresztelve. De én igen. Erősebb volnál attól a csepp víztől az ördögnél. Nem. De több. Elakasztottad beszédemet ezzel a szóval. Teleköhögte betegséggel ezt a gödröt. Látom, te is botladozol a hitedben. Kiálltam én már Isten mellett, de ami történik, az a szívemnek is sok. Éppen most hordod magasan az orrodat? Amikor szájról szájra adnak, és termőföldet vágnak belőlünk? Ne keménykedj, Lili! Nem hallod a harangszót? Elment a színed, Erzsi. Mi véget ri a toronymadár? A lucerna föld piros vért iszik a palánkán. Olyan hosszúra húzod a pillanatot. Vess véget neki, Erzsi, beszélt ki az igazat. A kasza Gianin a lábacskáiból rakást rakott. Olyat mondtál, Erzsi, hogy a földnek is nehéz hallani. Megnyílt neki a föld, Lili. Megnyílt a föld alatta. Meghalt. Csak hogy felel a szíved az Isten beszédre. Ha ez volt a mondani valója, adott volna hozzá kőszívet is. Hadd el, Lili, hadd el! A hús szíved bár el lehet titkolni. A követ kihánja magából a test. Aztán mellé hullasz te is. Nem, Erzsi, nem. Hibás füllel, holt nyelven verő szívvel is. Én innen elmegyek. Megyek, Erzsi. Feljebb! A fa tetejére! Megcsap a villám. A százkuti vonatra szállok fel, Erzsi. Éretlen vagy, Lili, az életre. Az élet. Mindenütt élet. Bánat és öröm a neve. Itt is, másutt is. S a halál is mindenütt csak a dolgát végzi, ugye?
de engem dolga végezetlenül ne vigyen el. Mondom én, befészkelte magát ebbe a gödörbe. Ízlik neki a bőzünk. A halálról mondod-e? Még azt a nevet is hamisan viseli. Mert akkor tán a bűnünk ízlik neki. Miféle vétek vitte rá Gianninát a kaszára, hogy virágcsokrot vágott első áldozásra feltartott kezecskéjéből? Őseinek vére, ugye? Hát akkor a bűze? Az miként tudta volna? 7 esztendős korig angyalillatunk van. Emlékeztette az ördögöt a mennyországra. Mert az ördögnek az is büdös. Azt mondod, úgy kell igyekezni a mennyországba, hogy az ördög ne vegye észre? Úgy, Erzsi. Úgy. Mi módon? Kinőttük az angyalkort. Először is. Le kell mászni a jegenye fáról. Aztán, amikor szembe jön velünk, ki kell tárni a karjainkat a fa előtt. Kettőnket is elbír az a fa, ugye, Lilike? Nem. Nem, barátom. Egy személyesre szabták. De mindenkinek jut belőle. A hazáról. Nincs túlzás abban, amikor azt írom, ha a hazámról, nemzetemről faggatnak, gyomorfájdalmam lesz. Az élet arra tanított meg, ilyenkor hallgatni kell, s ha mégsem marad meg bennem a szó, minden kimondott, leírt szónak a helyén kell lennie. Csak hogy ilyen beszédre hitem szerint ember nem igen képes. Legalábbis én magam azok között vagyok, akinek a hazabeszéde hibázik. Íme egyetlen példa miértre. 2007-ben részt vettem a 10 éves érettségi találkozón Csíkszeredában. Az Erdélyi Report című hetilap éppen akkor megjelent száma interjút közölt velem, és a tárgyban folytatott beszélgetésben azt találtam mondani, ott van a hazám, ahol én vagyok. Az osztályfőnöki órára a líceum egyik tanára is benézett, rövidre méretezett üdvözlő szavai után zakója zsebéből előrántotta a riportot, az osztály előtt felmutatta a címlapot, Janku kiáltotta, majd összehajtogatta, és a katedrára vágta az újságot mondván, csalódtam benned. Az osztálytársaim a sajtóból, a közbeszédben terjedt hírek és álhírek alapján dobták össze 10 esztendőm általuk szóra érdemlegesnek tartott történéseit. Nem tudtam megszólalni. Megvetettséggel kereszteltek. A kín valamelyest elrendeződött arcomon, de a szívem... nem leli régi helyét, inkább vergődik, mint ver, és erre a bajra itt a földön nincs elorvosság. A vádak frissülnek, és újult erővel döngetnek újra és újra sárba, szakadékba. Aki elhagyta szülőföldjét, annak a szava nem hiteles a hazadolgában. Talán igazuk van. Talán. Lám. Amíg odakint az illetékes testvérek megvívják egymással és egymás ellenében a túlságosan is emberi fogalmakban rejlő ellenmondásosságok szülte csatáikat, újra definiálják a hazát, a nemzetet. Én ideben, a kétségek diderektette őszi éjszakáimban, szerelmesen szemlélhetem tovább hazámat,
nemzetemet, és húsomból tépett szavakkal megköszönöm Istennek, hogy van. Thank you.
Az idei év ünnepeltje a 80. életévét október 10-én betöltő erdélyi Kossuth-díjas prózaíró Szilágyi István. Az ő életművéről beszélgetünk a következő percekben Márkus Béla irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, az MMA rendes tagjával. Jó estét kívánok! Jó. Jó estét kívánunk! Professzor úr, a Szilágyi Istvánt ugye a Kőhull apadó kurva című regénye tette igazából fel arra a térképre, amelyről azt mondhatjuk, hogy az irodalmi közvélemény oda kellett, hogy figyeljen az ő munkásságára. Nagyon nagy tisztelettel kérem professzor urat, hogy röviden, pár gondolatban legyen olyan kedves jellemezni egy kicsit a munkásságát, bemutatni azokat a főbb stációkat, amelyek mentén nekünk ma gondolnunk kell rá. Kezdhetem úgy, hogy 8 kötete jelent meg, tehát ha úgy tetszik, az életműve nem túlságosan sok könyvből áll, viszont az első két kötetét, amelyik novellás kötet volt, azt ugyanúgy megtagadta, mint sokan mások a magyar irodalom történetében, Aditól kezdve mondjuk Kányádi Sándoron át, meg Csóri Sándorig, Nagy Lászlóig és így tovább, tehát Szilágyi István is az első két novellás kötetét megtagadta, utána jött egy olyan regény, amelyiknek az a címe, hogy Ülő dobszó harang, amelyikről szeret megfeledkezni olykor-olykor maga a szerző is, mert sűrűn beszél arról, hogy az első regény a Kőhull apadó kútba, amelyik ugye Zilahon játszódik a regényben, Jajdon az elnevetés a Zilahnak. Ennek az lehet az oka, hogy Zilah a helyszín, mert ő maga bár Kolozsvárot született, de ahogy ő a családját nevezi, a nagy klán, tehát főleg az apai ágon az Szilágysághoz és ezen belül Zilahoz kötötték, és a Kőhull apadó kútba azért is arathatott akkor a sikert, mert hogy a 20. század legelejének, ugye 1903-1904 a játszási idő, legelejének azt a céhes világát idézi föl, Timár lány a főhőse, ugye Szent Ilka, tehát azt a világát idézi föl, amelyik fölött elmúlik az idő, mert jön a gyáripar, jön a nagyipar, és a timárságnak ilyen formában akkor is befellegzett volna, hogyha nem ő neki, már mint Szent Ilkának kell továbbvinni a családi örökséget. Tehát ilyen formában a Kőhull is azt a kizökkent időt láthatja, mint amit az előbb emlegetett első regény, az Ülő dobszó harang, mert az meg a II. Világháború legvégén játszódik egy Istenháta mögötti faluban, vagy a harmadik regénye, az Agancs Bozót, ott pedig az zökkenti ki az időt, hogy van egy hős, aki hirtelen azon veszi észre magát, hogy fölkerült egy hegynek a legtetejére, egy sziklahámorba, egy barlangba, ahol azzal kell foglalkozni a velünk rendelkező szándék akarata szerint, hogy kardot, különböző kardot kovácsoljon. A kardkovácsolás történetének minden fázisán végig kell, hogy menjen, hogy aztán őt mi késztette arra, hogy mielőtt ide került volna erre a helyre, hogy elhagyja a várost, elhagyja a hivatását, meg a foglalkozását. Ez az egyébként is rejtélyes cselekmény szövés, mint ahogy majdnem mindegyik, sőt mindegyik műve Szilágyi Istvánnak tele van, ha úgy tetszik, detektív történetekbe illő fordulatokkal, így a Szent Ilka története is, ugye a Kőhull apadó kútba, hogy meggyilkolja a szeretőjét, Gönczi Dénest, és utána azt foglalkoztatja elsősorban, hogy le fog-e lepleződni a bűne, hogyha nem lepleződik le, akkor az a saját személyiségét mennyire fogja megterhelni, a személyisége fölbomlik-e, és így tovább, mint ahogy ugye természetesen ez lesz a vége. Az ő sorsa is egy haláleset, egy olyan erőszakos halálesettel ér véget, mint ahogy ő a szeretőjének az életét vette. Aztán a hollóidő is egy ilyen kizökkent az idő metaforával írható le, ugye Hamlet nyomán, mert az pedig ugye a Mohács utáni
közvetlenül 1526 utáni időkben játszódik, és ennek a főhőse, ugye, akik reformátusok jobban tudják, mint én, Szegedi Kis István, a magyar reformációnak az atya igazából, Szegedi Kis Istvánnak az alakja, életrajza ihlette igazából a holló időt, és ilyen formában nem csak a török világról, hogy mit hozott Mahács, nem csak erről beszél a holló idő, hanem arról is, hogy mit jelentett rögtön a török világnak a kezdetekor, a reformációnak a megjelenése Magyarországon, hogy azok a hitbéli harcok a katolikusok és a reformátusok között, azok mondjuk megkönnyítették a törököknek a sorsát, a jelenlétét, az uralmát, vagy sem, mindezt olyan figuráknak a dialógusaiba szövi az elbeszélő, akik mondjuk Mélius Juhász Péter ismerhető fel az egyik figura mögött, és így tovább. Tehát egy, ha úgy tetszik, vallástörténeti szempontból is roppant érdekes a holló idő, de így is már túl sokat beszéltem. De azért még van egy fontos témánk. Ön ugye a kutatója és a monográfusa és Szilágyi István életművének, úgyhogy gondolom egy kicsit egy egyszerű földi halandónál többet tud arról, hogy milyen lesz a kiadás előtt álló új regénye. Hát az új regénye az jó lesz, ugye az UNESCO, még visszakanyarodok a holló időre, az UNESCO a világ legnagyobb nyelveinek a lefordítására három magyar regényt ajánlott, tehát hogy a legnagyobb nyelveken vagy a legelterjedtebb nyelveken fordítsák le az Aranysárkányt Kosztolányitól, akkor a Napraforgót Króditól és a holló időt Szilágyitól. Tehát reméljük, hogy a Hóhér könnyei, valószínű, hogy ez lesz a kisregénynek a továbbírása, az új regény. A Hóhér könnyei ugyanilyen kizökkent az idő, tehát nem akarok kaptafát, de úgyis kaptafa már, amit ugye ráhúzok a regényeire. Az pedig a 18. század elején, tehát a kuruc harcok után játszódik. A Hóhér könnyei, mint kisregény olvasható az Alföldben is, megjelent meg az Utunk évkönyvében is. Lényegében az a konfliktusa, hogy van egy szilágysomlyói bíró, akinek akkor is ítélkeznie kell a boszorkányok felett, hogyha ő maga már nem hiszi, hogy vannak boszorkányok, és hogy úgy lehet kideríteni, hogy boszorkány. Hát elsősorban nőket szoktak boszorkányok, tehát azért néztem magára, hogy tehát úgy lehet kideríteni, hogy boszorkánya, hogy vízbe mártják, és hogyha vagy lesüllyed, vagy nem süllyed le, akkor boszorkány. A közönségre bízom, hogy mikor boszorkány valaki, ha lesüllyed, vagy akkor, hogyha nem süllyed le. De tehát, mégis mikor? Nem mondom meg. El kell olvasni. El kell olvasni. Úgy legyen. Köszönöm. Professzor úrnak nagyon szépen köszönjük. Igazából annyi ideig hallgatnánk még professzorat, amíg az ember lejjön Debrecenbe. Természetesen. Nagyon köszönjük, hogy itt van. Én is köszönöm. És köszönjük szépen, hogy... Ráadásul szerencsés érkezést is kívánunk. Nem véletlenül említettem Debrecent, ugye professzor urat. Nagyon köszönjük neki, hogy Debrecenből vállalta ezt a fáradtságot, hogy eljött ma ide közénk. És ha jól látom, egy nagy tapssal haza is fog érkezni. Most akkor nem tudom, mivel csinálunk jót, ha süllyedek vagy színen maradok. Majd otthon elbeszélgetünk erről a családban. Szóval, a folytatás. Természetesen Szilágyi István kőhullapadó kútba című nagy sikerű regényéből következik részlet, Kubik Anna és Ober Frank Pál előadásában, aztán az est első részének befejezéseként a Fétkvartett Weiner Leo Fiszmol vonós négyesének harmadik tételét játsza, és a zene után tartunk majd egy rövid szünetet. Még mindig reggel volt, fényesre borotvált szeles nyalka, ellátta a malacokat, aztán körbekajtatta az egész háztájat néhány aprócska kőért, hogy dobhasson végre valamit az ól alá. Nyugodj meg, ma még hozok. Kerítek a földfenekéből is. Ja, hogy ott te vagy.
Hátra sétált a kertbe, mintha a faggyas nyomai után kutatna. Később sem tudta megfejteni, miért került hátulról az öreg, de akkor reggel nem is szívesen idézte vissza az elmúlt estét és éjszakát. Örvendett, hogy túljutott rajta, talán félt volna most már tovább bonyolítani. A szilvafák bontogatták a rügyet, zöld saláta ujjongott, a málnabokrok vesszői egyelőre ügyefogyottan ácsingóztak a kerítés tövén, mint későn induló kamaszok. Azt nézegette, hogy ossza be az idén az ágyásokat. Itt volna az ideje a veteményezésnek, el kéne ültetni a palántokat. Ha nem egyéb, a disznóknak majd kell a zöld. Akkor mindjárt el is indult, és a kertésztől nagy gyékény szatyor mindenféle palántát hozott, majd neki látott az ültetésnek. Kapával mesgyéket húzott, nagy gonddal gerebjészte az ásónyom göröngyeit, még mindig került ki kő a szerszám alól. Hátrahozta a fáskosarat, abba dobigálta. Mire az utolsó palánta is földbe került, besötétedett, estére megtelt kővel a fáskosár. Látod, dénesem? Mondtam én, hogy lesz gondom reád. Így, most már megnyugszol. Ugye, dénesem? A vacsorájukat követelő malacok ricsaja újra elnyomta a kútba potyogó kőzaját. Jól van, na jól van. Mindjárt kapjátok ti is. Az első mindig az apátok. Tanulhattatok volna annyi tisztességet, mióta ide kerültetek. Másnap reggel, mikor úgy gondolta, hogy a napszámosokkal Józsi kiért a verőfényre, Ilka fogott két karoskosarat, és elindult a ravaszmálra. Amint az öreg viskóját elhagyta, már szinte futott, aztán a gőzmalom előtt kicsit csendesített, hogy rohanása ne tűnjön föl a malom fészerében várakozó embereknek. Rendre elmaradtak mögötte az utolsó apró házak is, a patak második hítja már kívül volt a városon. Megállt, a korlátnak dőlt, hogy kifújja magát. Az út innen már kezdett a kányabércnek kapaszkodni, errefele szekereznek az egrestelkiek. A patak a hegyes ükliből ered, ennél a felső hídnál gyérvize kristálytiszta még. Kőhajtásnyira vissza a város felé a jégvermek sorakoznak szalma piramisok. Ezernyi veréb fészkel tetejükben, úgy ribillióznak a napsütésben, hogy hangos tőlük a határ, mert különben néma lenne a határ. Ha a nagy úton néhány száz lépéssel tovább menne, onnan ösvény vissza ravaszmál végkapujához, és ott a gyepűn belül már az övé a laza. Nézi a veréb lármától füstölgő jégvermeket, majd később a híd alatt a vizet, nem indul tovább az ösvény felé. Csak addig nehéz, amíg a bokrok ki nem leveleznek. Amíg annyira meg nem nő, hogy ellepjen a kukorica. Akkor már nincs veszély. Érik a gyümölcs, azt is cipelhetem. Ahhoz senkinek semmi köze. Elhallgatnak a verebek. A jégvermek fölött három vércse köröz. Egyből olyan kihalt lesz a szalmapiramisok környéke, mint zápor esőben a hangyabolyok. Szemből a hágóról paraszt szekér zörög alá, Ilka leszalad a híd végénél a patakra, és megindul fölfele a bokrok között. Már látszott az erdő szél, ahol a patak előbukkan, mikor újra megállt. Egy lapos, széles kanyar mentére követ hordott ki a tavaszi áradás. Lentebb a víz homokpadot rakott, fényesre csiszolt tojásnagyságú köveket válogatott, megszedte a kosarakat, aztán elrejtette a gazba, nem igyekezett velük hazafele. Kint a parton körbe kémlelt, majd gyorsan elkezdte csomóba dobálni a követ egy bozótos égerfa alá. A hegyből alázúdult rengeteg sziklamorzsából sokszínű fényes kő galacsinokat gyúrt a patak, szeme káprázott körbe, körme behasadozott, úgy kapkodott utánuk, mintha mind el akarnának ugrani a keze alól. Már tarkóját sütötte a nap, mikor a mederből előóvatoskodott. Akkorára jó szekérnyi kő halmozódott fel az éger alatt. Cipőjét csomós drótfűvel sikálta, megigazította a ruháját, aztán kivette a gazból a kosarakat, egyikre füvet tépett, másikat kendőjével takarta le, és elindult vissza a nagy útra. De amint kiért, most nem kanyarodott a város irányába, tovább ment kifele, majd feltért az ösvényen, mely a ravaszmál gyepűjéhez vitt. A szőlőhegy alatt szekérút kanyargott, kívülről követte a gyepűt, eddig nyúltak föl a szándóföldek, ezen az elhagyatott úton indult haza.
Amint a kertbe a szilvafák alá beért, már hallotta a malacok sírását, az ebédjükről megfeledkezett. Annyira se hagytok, hogy kifújjam magam. Jól van, na, jövök, a súly essen a beletekbe bele. Itt néha hordom nekik a sok parajt. Ki az Isten lova győz meg benneteket? Aj, hol van az még, amikor a nadály meg a paraj akkora lesz, hogy szedni lehet? Na de, annak is eljön az ideje. Ne ordítsatok hát, mint a fába szorult féreg, mert szétrepesztitek a fejemet. Az ól mellett lábával félretaszította a széles deszkát, mely eltakarta a rejtett garatot, és alá zuhintotta a két kosár követ, aztán igyekezett a főtt krumplis korpás moslékkal, hogy végre elhallgattassa a malacokat. Most érjétek be ezzel, rakjátok be a koszt, most vacsorára gondoskodom majd valami tisztességesebb kosztról, diák urak. Magának is válogatott a hajában főtt krumpliból, meghámozott, és egy bádogtányíron felszeletelt néhány épebbet, hagymát vágott rá, megsúszta, leöntötte olajjal, és megette pillanatok alatt. Még azt mondják, a krumpli nem étel. Ha, a sok pohos. Mindig csak a hús, meg a hús. Hogy is ne? Majd minden pénzt a mészárosnak fogunk hordani. Majd bolondok vagyunk. A kantafedélből vizet ivott. Később kire teszelte az utcaajtót, hát ha betéved valaki. Az ólfele is hátra szólt. Apátoktól? Nem jött levél? Még be sem alkonyodott, mire a nagy fazék puliszkát megfőzte, zsírral szaggatta ki, s jó sok szilva ízzel rakta össze, evett belőle pár kanállal, majd betette hűlni a kamra földjére. Fölment a padlásra, előkeresett egy hátikosarat, nem túl nagyot, s oda készítette a tornác végébe. Aztán nem akart múlani az idő, pedig ki kell várni, míg a lámpás ember majd másodszor elbaktat az ablak alatt. Borért nem jött senki. Elmúltak az ünnepek. Fagyas Józsi nem jött. Béla bácsi se jött. Az Isten se jön. Vagy valamelyik csizmadi ajnos. Tehát ki is jöhetne? Persze. Dénes. De ő ma nem akar. Pedig most kéne itt legyen. Elbeszélgetnénk éjfélig, amíg sípol a vonat és eljár a létrás ember, hogy kioltsa a lámpákat a házak előtt. Dénes most pihen. Máskor kéretlenül is itt jár kél, dúl, fúl, követelődzik, zörömböl, sperel. De ma kapott követ. És milyen szépeket. Nyugodt vagy, Dénesem? Lesz rád gondom ezután. Hogy el vagy a köveiddel, hogy nem is felelsz? Annyit mondj legalább, hogy bikmak. Na jó, fújd fel a bányádat meg a dollárjaidat. Legalább nem idétlenkedsz itt nekem. Jó, tudom, most Marinak dolgozol. Azért írhatná pár sort neki, négye ezzel is az én fejemet. Aztán, hogy hiába próbálta magához idézni a szegény egrestelki ember árnyat, végig sétált a konyhán, s a két szobán, és csak úgy minden indulat nélkül elkezdte rúgdosni a bútorokat. Később megállt a hátsó szobában, az anyja ágyánál, és anélkül, hogy magára figyelne, hosszú ideig egy szalmával tömött díszpárnát simogatott. Lassan belefáradt a visszhangtalan ház vallatásába. Megtelepedett a konyhában, a kanapén. Thank you.